Sziasztok, ez itt a hétköznapi másik fele, Márton és én Balázs. Kedvet kaptunk ahhoz, hogy elmondjuk nektek a saját 30 napos film challenge kihívásunk kedvenc filmjeit, vagy ami random eszébe jut, inspirációként. Kezdjük is el. A narrátor mondja a listát. Annyit még elmondanék, hogy biztos azt hittétek, hogy már nem vagyok a csatornánál. Nem is. De én nem szerepeltem. De ez csak azért van, mert nem engedték. Én mindig próbáltam... Kussolján, ne haragudj, kussolj! ...forgatásra bemenni, de nem engedték. Első nap. Az utolsó film, amit láttál. Mononoke hercegnője. Legend Extraction. Thor megmenti Indiai kisfiút. Egy mi az, aki mese? Film a komfortzónádon kívül, ami tetszett. Haverok fegyverben. Szar. Nekem tetszett. Jó, hát ez a lényeg. Jó, nem lehet, hogy ez a lényeg ennek az egésznek. Hihetetlen. Ja, izé, Dreamgirls. Film, aminek címében van szám. Hetedik. 187. Kedvenc animációs. Animációs. Ez miért mondod így? Mert nem rajzfilm, nem mesefilm, hanem animációs. Animációs film. Toy Story 3. Ruben Bent a gyűjtő. Kedvenc igaz történeten alapuló filmed. Boldogság nyomában. Aszfalt királyai. Kedvenc antihősöd. Venom. Punisher. A tavalyi év legjobb filmje. Itt a 2019-es évről beszélünk. Hát ez nehéz, nem tudom, hogy dátumra mióta tartozik. Elég erősen nekem ott van az Endgame, a Parazita, meg a Joker. Attól nekem nem tudom, hogy mi volt az, ami tavalyi év. Fordulat, Ford, Ferrari. Ja. De az Asszony Királyt már mondtam. Hát mondd még egyszer, mondd úgy egyszer. Asszony Király. A legrégebbi film, amit valaha láttál. Most vegyük úgy, hogy akkor nálatok legyen az, hogy úgy a legrégebbi film, ami a legrégebben készült, és ti láttátok. Rakuda. Lumière testvérek, egy percesei, a vonat érkezése. Kedvenc háborús filmed. Melyik háború? Bármilyen háború. Jó, fáradt vagyok már. Ami megtörtént. Jó, van már. A világok harca. A trónt. Trópus vihar. Ez egy paródia. De háborús, baszki. Még egyszer, tehát hogy... Trópus vihar. Ne, a trópusi vihar, az most komolyan, az nem háborús. Jó, de mondjuk nagy, nagy zével, oké van. Dicsőség zászlója. 1917. Tizedik, film, ami a születésed évében jelent meg. Nagy menők. Jurassic Park. Egy. Tizenegyedik, kedvenc szuperhősöd. Gambit. Shazam. 12. nap fekete-fehér film, amit szeretsz. Sin City. Sin City 2. 13. kedvenc vígjátékod. Suli huligánok. Zombieland. Én ezt a filmet a Balázs miatt néztem meg, aki nincs itt. Innen is üzenünk Balázsnak, térj vissza hozzá. Gyere haza, Balázs! Balázs szerette volna nagyon, hogy ezt a filmet megnézzük, és kritikát csináljunk róla, megcsináltuk, hol vagy Balázs. 14. a film, amitől szomorú leszel. Titanic. Fel. 15. a leginkább túlértékelt film. Alkonyat. Az nem, nincs túlértékelve, mert azt már többen csak lehúzták. Olyat kell mondanom, amit... De az elsőt azt túlértékelték, azt szeretni. Mindenki szereti, és szar. Na mindegy, én a Felhő Atlaszt mondom. Nem az alkonyat, hanem... Lady Bird. Lady Bird! 16. A kedvenc színésznőd legjobb filmje. Itt mond a színésznőd is, és a legjobb filmje is. Scarlett Johansson, Matchpoint. Vagy nem, Scarlett Johansson, az elveszett jelentés. Lily James, Baby Driver. Oh, Lily James. Szerelmes vagyok. Kedvenc színészed legjobb filmje. Ryan Reynolds, 600 grams. Jó, hát. Jó, az. Winném. Winném. Philip Seymour Hoffman, Boogie Nights. 18. film, amit kínos, hogy imádsz.
guilty pleasure filmekről beszélünk. Honey című film Jessica Albával. Az egy nagyon kínos film minden pillanatában, de azért jó, mert táncolnak meg minden. Kémkörükök 3. A Kémkörükök 1 az nem rossz. De a 2 szó. A 2 is az jó. Az egyben azok az új harcosok. Az az egy, akkor az jó lesz az. Új harcosok tényleg? De a Honey az kifejezetten kínos, tehát ezt mindenkinek ajánlom, aki szeretne cringe-elni. Imádom a Honey-t. Honey zseniális. Mikor tanítja a táncot. Igen. Mi a helyzet, Honey? Jöttünk itt próbára. 19. kedvenc romantikus filmed. Angolul mondom a címet, mert magyarul nem tudom. Netflixes film az To All the Boys Who I Loved. Legyen a ünnepfrontok ünnepe. 20. a legjobb több részből álló filmsorozat. Hát egyértelműen a Marvel Univerzum filmjei, nem? Nolan, Batman. 21. a film, amitől boldog leszel. Hát, nevetés, boldogság általában. Igen, Joker is nevetett. Igazad van. Ma mégsem jelenleg jó a horror akadva kettő. Jó, agymanunk. Agymanunk, az jó, az jó. Én mondom mondjuk a... Ugye mondom. Nymphomániás 2. 22. Tini korod kedvenc filmje. Nagy durálás. 1-2. Ez jó! Airplane. 23. film a legjobb filmzenével. Csillagok között. Csillagok háborúja. 24. a film, amit mindenki szeret, de te utálod. Én, és ne kövezzetek meg, sose voltam egy nagy Bárányokkal hallgatnak fan. Láttam, lehet, hogy rossz paszba voltam, de nem annyira adom. Értem, hogy jó, nekem annyira. Ha minden csaj szeretett, hogy mutáltam, alkonyod bármelyik részben. 25. az első film, amit moziban láttál, és emlékszel rá. Oroszlán király. Herkules. 26. a leginkább alulértékelt film. Segítsek valakinek. Amit én nem tudtam mondani, sajnálom, de jó film, és alulértékelt. Éjjeli féreg. Tényleg az nem. Ez nem alulértékelt. Hát kritikailag nem, de úgy így... De... Oszkárilag kecére semmi észre vették. Sokkal több van benne, mint... De egyébként, ja. Azt mondod, Jerry. Meg a másik egyébként, ami szintén Jake Gyllenhaal film, a Szerelem és más dolgok. Amivel Dan Hathaway játszik, és az egy nagyon jó film. Sokszor van benne a Cici Dan Hathaway. Az egy nagyon jó film. De azt mondod? Azt mondom. Én meg a Garfieldot. 27. a legjobb könyv alapján készült filmadaptáció. Gyűrűk Uranus. Vaják. 28. Film a kedvenc rendeződ tőle. Nolan, Tenet. Nem is láttam. Nem. Scorsese témát. 29. A film, amit mindenkinek látnia kellene. Hogy hívják azt, hogy összerendíthetetlen? Nem tudom, hogy hívják. Amikor a csávó áll a gerendáló lett, nem tudom, hogy a film címe. Nem rendíthetetlen? De nem szomorúan hajthatatlan, mert az arra, hogy hangzik. De... Nem a hatodik érzék? Jó, én tudom. Rettenet? Akkor mondjad. Kettőt is mondok. Keresztapa. Könyörgöm, muszáj elnézni. Tényleg minden benne van. És Oldboy. Az viszont nem mindenki látta, és ez egy korai film, és ez zseniális. Ez egy nagyon jó film tennek. Milyen Dollar Buyers Club? Mi a faszom az? Dallas Buyers. Mielőtt meghaltam. 30. A következő film, amit meg fogsz nézni, ez lehet sorozat is? Hát film, ha remélem, hogyha visznyílnak a mozik újra, akkor én már nagyon megnézném a Black Widow-t, meg a Tenetet is. Prisnyír, június 15-én előbb nyílnak a mozik. A sorozat akkor Lucifer. Ha a film... Lucifer? Igen. Szóval a háttérbe megy, bazdmeg. Tudod, ki a fasz tervetem? Nekem más az inger küszöböm, jó? Mi a semmi? Lucifert nézel? Bármikor, ugyanaz, miért a NCIS nézel? Az is ugyanaz minden. Akkor jó, Suits. Jobban örülsz? Azt mondom, vágom, az lehet, hogy jó. Mert béna vagy. Béna vagy? Amit mondok, azt lefikázod, amit a másikat meg nem látod. Ki a faszom néz Lucifert? Nagy mámon kívül. Álljunk le, kérlek szépen, ne vagyok úgy, álljunk le. A film, akkor, és most állna le. A film... akkor No Time to Die.
nagyon kíváncsi, mert én Bond szkeptikus vagyok. Jó, akkor beszéljünk most olyan filmekről is, amit otthon mondjuk meg fogod nézni, Netflix, HBO Go, meg egyebek. Milyet láttam? De végeztél a Netflix-szel? Lucifert nem. Miért nem szedett Lucifert? Mert a nagymamám nézi azt is. És csak azért nem szedett, mert a nagymamás? Nem, hanem azért, mert ez a nagymamámnak készül a Lucifer, nem neked készül. Szerintem tudnél a Lucifer? Mi? Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a mi 30-as listánkat is, hiszen azért négyen vagyunk ebben a csatornában állandó tagok. Bár mondjuk igen, megint visszatérnék arra, én próbáltam bemenni ezekre a forgatásokra, de tényleg nem engedtek be. Tehát, hogy nem egyszerűen kitagadtak az egészből, és én úgy gondolom, hogy ez nem fel. Léci, ezt ne, légy szíves! Iratkozz fel, légy szíves! Csengesd azt a harangot, mert még tudom, hogy azt nem csengetted elégszer, és tényleg nyomj egy lájkot is erre a videóra meg. Hozd meg velem azt, hogy mi a kedvenc 30-as listád, kommentelj. Ha te is szeretnél csinálni a 30 napos film challenge-et, akkor légy szíves, hashtagelj be minket, hashtag hétköznapig, és akkor mi is megosztjuk a te. Vagy kukac. Vagy kukac. Hashtag hétköznapig, vagy kukac hétköznapig. Most mehet az új azás, Balázs, nyomjad neki. Bum, és ott az új. Így van. Ott a kukac! Ott a kukac! Akkor azt mi is megosztjuk majd a mi csatornánkon. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Balázs, még valamit szeretném mondani? Utolsó. Láttad az The End of the Fucking World-ot? Láttam ezt. És azt tetszett? A második évad szar volt, de az első tetszett. Na, jó. Akkor a másik, ami még jó. Balázs, vége a videónak. Nem érdekel! I am not okay with this, azt láttad? Mit? I am not okay with this. És lefikáz a Lucifert, szerinted ezért hívtuk vissza, basznak?